Hogy? Hát nem logikusabb, de így adta most az élet. Drágáim, van itt Egon Csőri, te jössz akkor még egy jó erős Hubert. Jó? Itt van gyönyörű Poszeidon, itt van Alika Danka. Hogy? Édes cicuk, akkor igaza van a Dankusnak? Igaza van a Dankusnak. Egyből kinyílt a csípája, fiasznél. Na, képzeld, igaza van a Dankusnak. Menjetek. Na, megy a kis csapat. Gyulámnak szólni kéne. Gyula! Jönnek a kicsin egyet, és utána az első ló megy még egy vadászt, a kicsin még egyet. De nagyra mész, gondolom. Jó, akkor nem találkozunk. Jó, remek. Jó. Igen, itt észbe kell lenni, képbe kell lenni. Itt józan állapot kell. Hál' Istennek az állam megvan, de amikor ittam is képbe voltam teljesen. Na, innék most is, csak nincs pénzem. Na, megy a kis csapat, jön a kis csapat. Egonkával megyünk még egy jó élénket. Bemegyünk reggeli. Nagyon örült a brigád, pláne a Nomcsi neki. Érkezik majd Niki 9:30-ra, érkezik Gabi Béla 9:30-ra, érkezik Pálma 9:30 körül. Kész, és akkor én pattonok a Tamával, azt elviszek egy kis csapatot, és utána megnyomjuk lesz. De lesz ott Gizi minden franc, oké? Okay? Azon már túlléptünk, azon a lotton lesz majd Aga vezetésével Lordi Impi Panis, aztán ott van még raportunk, ott van még Dendikénk, úgyhogy bla bla bla, lesz bőven ló. Mondtam azt a négyet, amit nem nyergelünk, illetve nem is négy, hát kettő délután. A Nikiét nem nyergeljük, kapott oltásokat mindenfélét tegnap, és a Liza kap egy kis pihenőt. A többi, ami él és mozog, nyereg alatt fog dolgozni. Szépen halad a kis csapat, tehát újra mondom, Egon Csődi, a gyönyörűséges Poszika, a gyönyörűséges, mondd a nevét, Alika és a gyönyörűséges kis túr érkezik, Egonka megy még egyet. Nagyon elemében van a ló, ugye hétfőn is azt hittem, hogy azért, kedden is azt hittem, hogy azért, remélhetőleg, hogy tip-top azért, azért. Jó, csak egy jó erős Uber, de nagyon tele van ez a ló, vagy nem tudom, mi van vele. Szupi. Remélem, hogy az van vele, hogy jól érzi magát. Nem más. Bízunk benne. Aranyos szokott lenni, de most megmondom őszintén, bárkinek nem adnám oda. Amúgy sem adom bárkinek, de azért el voltak vele aránylag könnyedén, de most nem hiszem, hogy bárki ellenne vele, hogy nézem. Jó, adok egy utolsó konstrukciót itt a kis brigádnak, aki Poszeidon, Alika és kis túr mennek haza. Annyit mondok nekik. Jó, tudom, hogy mit mindjárt közlöm velük. Poszi, úgy, piszkálgass! Úgy! Csak akkora, ha kell neki. Anya, annyi kérésem lenne, bementek, behoznátok a kancákat segítséggel, és oda ki tudtok rakni már eleve esetleg egy hókást, vagy esetleg a Palermót, ha gondoljátok. És utána reggeli. Mert esetleg a Tamával vezethetnék, amik még nem voltak kint csődörök, például mint a Palermó, mint például a hókás. Nem. Következőbe? Reggeli után? Nem. Mondom, hogy változott, de a reggeli az a harmadik lott után lett volna. De most a második lott után van. Jön a Béla, jön a Pálma, és jön a Niki. Tehát most, ez, most van reggeli, és én vezetek a következőbe a Tamával. És utána jön az Aga és a lenti hármas csapat. A többiek elvonulnak. Ennyi, semmiféle amúgy vált... Igen. Így van. Tehát ott Penge van és Bözsi. De miért nem a saját kára? Tegnap 80 féle oltás kapott. Tehát én ezt előbb mondtam nektek, itt lefele mindenkinek, hogy mi lesz lovagolva és mi nem. Jó, nem hallottam. Ja, jó. Tehát mondtam, hogy nem akarom, kitaláltam éjjel,
kapott Rino minden faszomat, hagy bandázom ma a padikba. Tehát az nem lesz lovagolva. A másik kettőt is mondtam, igen, az nagyon vagy baja van, vagy én nem tudom, de most akárki nem maradna fönn rajta. Nagyon megy. Jó, tehát kancák bejönnének, két csődike ki, esetleg, és reggeli. És 9:30-ra itt van a brigád. Hát ezért nem halljátok, mert nem figyeltek. Cserélt lábat? Nem. Nem cserélt, majd megkérdezem, hogy cserélte.